A Mindenki Akadémiája színpadán Répási János, gyógyszerész. Szeretettel köszöntök mindenkit. 41 évet dolgoztam a gyógyszeriparban, főleg a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszer minőségbiztosítás területén. És nap mint nap találkoztam azzal a döntési kényszerrel, hogy egy adott tételt kiengedhetek-e a piacra, vagy valami kis minőségi probléma miatt ezt nem tehetem meg. És arra jöttem rá az évek során, hogy ehhez nem elég a jogszabályok követése, hanem valamilyen belső értékrendre is szükség van, ami eligazítja az embert a döntéseiben. Hát itt az apai nagyapámat lehet látni, nagyon szerettem. Mutatja Aszódi otthonában a kincsként őrzött évszázados portrét Répási János, aki a Szolnok megyei János hidán nőtt fel. Én egy napig jártam óvodába, ott megszöktem. Persze a szüleim azok vissza akartak vinni. És akkor a nagyapám azt mondta, ne kínozzátok ezt a gyereket. És attól kezdve, hogyha bármilyen konfliktusom volt a szüleimmel, akkor mindig azt mondta, nem megmondta nagyapám, hogy ne kínozzátok ezt a gyereket. Úgyhogy már akkor is kerestem a szövetségeseket. A tanárurat Jászberényi gimnazistaként a kémia és a csillagászat varázslatos világa ragadta magával. Egyszer valahogy eljutottam az agyapálfalvai üveggyárba, és az engem megfogott, hogy a homokból, meg szódából, meg néhány egyéb adalékból egyszer csak lesz egy ilyen nagy átlátszó üveg. Bennem volt mindig az is, hogy jó lenne csillagásznak is lenni, mert szerettem nagyon a science fiction regényeket, és az valahogy nekem összemosódott egy picit a csillagászattal. Végül a Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezett, és vegyészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, ahol a fizikai kémia szakirányt választotta. Elsősorban a távoli infravörös spektroszkópia, annak Fourier transformációs változata, ehhez kapcsolódóan pedig az erőállandó számítások érdekelték, amely akkoriban még gyerekcipőben járt Magyarországon. A legkisebbtől a legnagyobbig lehet ezekkel a technikákkal vizsgálni az anyagot. Végül is a csillagászok is elektromágneses hullámokat nézegetnek. A csillagászat is máig része Répási János életének. Ez egy 150 mm-es Newton-féle távcső, és a gyerekeimtől kaptam néhány évvel ezelőtt születésnapomra. Az erős fényszennyezettség miatt ugyan manapság ritkán adódik alkalma az égbolt kémlelésére, de szinte minden világegyetemről szóló és kozmológiai témájú könyvet elolvas. Emellett pedig szenvedélyesen gyűjti az elefántokat. Hoztam neked egy kis sütikét. Nyugalom, harmónia és derű jellemzi Répási Jánost, aki számára nagyon fontos a család. Az egyetem utolsó évében nősült meg, felesége Veres Rita, szintén vegyészmérnök. Bár három fiú Gábor, Péter és Zoltán már felnőtt, házuk mégis sokszor gyerekzsivajtól hangos. Hét unokájuk közül a legnagyobb 12 éves, a legkisebb pedig 5 hónapos. Itt pedig az unoka galéria. Mindegyiktől van valami. Van, amelyiknek a lába látható, van, amelyiknek a kézlenyomata látható. És van, aki elefántot csinált nekem levelekből. Az elkövetkező 20 percben közvetett vagy közvetlen módon a minőséggel kapcsolatban szeretnék beszélni. A minőségnek én egy praktikus definícióját szeretném ismertetni a hallgatósággal, ami Henry Fordtól származik, és valahogy így szól. A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól dolgozunk, hogyha nem látja senki. Répási János és felesége egy vidéki úthatására úgy döntöttek, friss diplomás vegyészmérnökként a Tiszántúlon a gyógyszeriparban helyezkednek el.
A tanár úr gyógyszeranalitikai kutatásokat végzett, amelyek eredményeit előbb doktori, majd kandidátusi értekezésében foglalta össze. Közben 1983-ban a minőségellenőrzési főosztály vezetésével bízták meg. Egy óriási ugrás volt, mert addig ugye volt nekem két munkatársam, akikkel együtt dolgoztunk, és aztán amire át kellett állnom, ott meg már több mint 100-an voltak. Néhány éven belül aztán ebből egy igazgatóság lett. Megnőtt a minőségnek a fontossága is a gyógyszeriparban. Előbb minőségbiztosítási igazgatóhelyettes, majd igazgató lett. Később pedig hasonló posztot töltött be a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójánál. Lehetővé tették azt, hogy még jobban kitekinthessek a világra. Sok felé megfordultam ez alatt az időszak alatt. A kémia tudományok kandidátusa 19 szabadalmat jegyez, és a kiváló feltaláló kitüntetés aranyfokozatának is a birtokosa. Megkapta a European Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottsága minőségért 2005 kitüntetését, munkásságáért pedig a Schulekelemér és a Pfeiffer Ignác díjakat vehette át. Volt néhány nagy váltás az életemben, annak ellenére, hogy végig a szakmában maradtam. Én most azt gondolom, hogy jól választottam. Répási János úgy véli, hogy őt a Jóisten a tenyerén hordozta. A tanár úr annak ellenére, hogy 2011 végén nyugdíjba vonult, ma is aktív, tanácsadóként munkálkodik. A Semmelweis Egyetem posztgraduális képzésében pedig gyógyszeripari minőségbiztosítást tanít címzetes egyetemi docensként. A színpadon Répási János, a kémia tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens, és témája gyógyszerminőségi problémák, gyógyszerhamisítások. Azzal szeretném kezdeni, hogy a gyógyszer is áru. De fizetnünk kell érte általában. Ugyanakkor egy nagyon speciális áru, mert nagyon speciális tulajdonságokkal bír. Ezek közül az egyik az, hogy gyártásra, forgalmazása hatósági engedélyekhez kötött. A másik, amit el lehet mondani, hogy a felírásához, a forgalmazásához kell valamilyen szakember közreműködése. Hogy ez is fontos. És a harmadik, hogy a minőségét a fogyasztó gyakran csak közvetett úton tudja értékelni. Ugye azt látja, hogy ez is egy kis fehér tabletta, meg az is egy kis fehér tabletta. Nem látja azt a különbséget, mondjuk, amit különböző kocsimárkák esetén nagyon nyilvánvalóan fel tud fedezni. Tehát a gyógyszer az egy igazi bizalmi cikk. Mindenkinek bíznia kell benne. Bíznia kell benne az orvosnak, bíznia kell benne a gyógyszerésznek, bíznia kell benne a betegnek. Hogyha minőségi hibákat keresünk gyógyszereknél, érdemes kicsit végig gondolni, hogy mi az, amit egyáltalán észre tud venni egy felhasználó, egy beteg. Hát észre tudja venni például, hogyha pöttyös a tabletta. Észre tudja venni például azt, hogyha hiányzik egy tabletta a bliszterből. Észre tudja venni, hogyha hiányzik egy betegtájékoztató a csomagolásból. Észre tudja venni, hogyha egy ampulla el van törve. De ha jó belegondolunk, ezek egyáltalán nem jelentenek lényeges kockázatot a betegre nézve. És sajnos azt kell mondanom, hogy amik igazi kockázatot jelentenek minőségi problémák, ezt nem tudja észrevenni a beteg. Ránézésre ő ezt nem tudja realizálni. Nem tudja realizálni, hogy az a hatóanyag benne van egyáltalán abban a gyógyszerben. Nincs-e benne kevesebb hatóanyag, mint kellene? Nincs-e benne több hatóanyag, mint kellene? Nincs-e benne szennyezett hatóanyag? Úgy gyártották-e, hogy azt előírta a hatóság? Vagy pedig nem? Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy sajnos a nagy kockázatot jelentő hibák általában a felhasználó előtt rejtve maradnak. Ezért mindenkinek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy csak jó minőségű gyógyszerek jussanak el a beteghez, a felhasználóhoz. Nyilván az elsődleges felelősség az a gyártóé. Ő látja a teljes folyamatot. De ugyanúgy felelős a nagykereskedő, ugyanúgy felelős a gyógyszertáros, a gyógyszerész, ugyanúgy felelős a beteg is, hogy milyen körülmények között tartja. Hogy nem teszem ki az ablakba 40 fokos melegbe a napra, hogy ott süsse a napocska, és hadd bomoljon szegény gyógyszer, amennyire csak tud. Ha a minőségről beszélünk, nagyon sok összetevőről kellene szólnom, amire persze nincs most idő, de három nagyon erős lábat szeretnék megemlíteni a tisztelt hallgatóságnak. Az egyik, hogy fontos a jó kommunikáció. Hogy azok az információk, amelyek szükségesek egy jó gyógyszer előállításához,
ott legyenek annál, aki csinálja a gyógyszert. Akkor legyenek ott, és pont annyi információ legyen ott, amire neki szüksége van. A másik a szakértelem. Ugye ezt nem nagyon kell magyarázni, aki nem ért valamihez, az ritkán tud valami jót összehozni. Legfeljebb csak nagyon véletlenül sikerülhet. És ebben nagyon fontos az oktatás, az oktatásnak a szerepe. Ugye szoktuk mondani azt, hogy egy dolog rosszabb annál, hogy képezed az embereidet, és utána elhalásszák tőled őket, hogy nem képezed őket, és ott maradnak nálad. Már tudnélik, tudatlanul. A harmadik láb, amin a minőség nyugszik, ez pedig az elkötelezettség. Hogy legyünk elkötelezettek az iránt, hogy mi nagyon jó minőségű terméket akarunk gyártani. És ezt együtt akarjuk. A beosztottak is ezt akarják, és a vezetők is ezt akarják. És azt tesszük, amit gondolunk. Nem csak mondjuk, hanem ténylegesen ezt is gondoljuk. És nyilván ehhez valamiféle értékrend kell, ehhez pedig valamilyen vállalati kultúra kell. Nagyon fontos a vállalati kultúra, és azt is lehet mondani nyilvánvalóan, hogy minden mögött itt az ember áll. Tehát nagyon fontos az ember. És hogyha ezek itt összejönnek, akkor tevékenykedhetünk. Ugye a tevékenység sem lehet akármilyen, amikor a gyógyszert előállítjuk. Azt mondja a WHO egyik tanulmánya, hogy ötletszerű tevékenység, adhokszerű tevékenység nem engedhető meg egy olyan termék gyártásában, ami az egészségnek a megóvására, vagy fenntartására, vagy az egészség visszaállítására szolgál. A másik lába a jó tevékenységnek az, hogy ellenőrzött legyen. Ott van egy kis szöveg, amit szeretném, hogyha megpróbálnának elolvasni. Valahogy így szól, a Cambridge-i egyetemen készült egyik tanulmány állítása szerint a szavakon belül nincs jelentősége annak, miként helyezkednek el a betűk, stb. Én azt gondolom, hogy ez könnyen ment, ugye? Ennek az az oka, hogy az ember sokszor azt látja, amit látni szeretne, nem pedig azt, ami ott van. És ez a gyógyszeriparban is nagy problémákat szokott okozni, hogy amikor azt véljük látni, ami nincs is ott. És ez esetenként súlyos gyógyszercserékhez is vezethet. Ezért a gyógyszeriparban ezt úgy szoktuk lefordítani, hogy mivel emberek vagyunk és tévedhetünk, a kritikus tevékenységet duplán kell ellenőrizni. Két ember egyszerre sokkal ritkábban téved, mint egy ember külön-külön. És a harmadik láb, amin a jó tevékenység nyugszik, az a dokumentáltság. Hogy minden tevékenységünket, amit teszünk, azt nagyon pontosan jól kell dokumentálni. Ennek nyilvánvalóan több oka van, jogi okai is vannak, etikai okai is vannak, és más is. Hiszen ha csak beszélünk valamiről, az csak egy pletyka, ami időnként jó, de gyógyszergyártáshoz ez nem elegendő. Abban az esetben, hogyha csak lefirkálunk valamit, de nincs rajta aláírás, egy felelős személynek a vállalása, hogy ezt én mondom nektek, és ezt így kell csinálni, és nincs rajta dátum, és nincs rajta azonosító, akkor az csak graffiti, amit különböző helyeken ki lehet tacepahozni. Bármennyire is igyekszünk jól dolgozni, hibák mindig vannak, elkerülhetetlenek. Itt az a kérdés, hogy ha már hibák vannak, akkor ezek a hibákat fel tudjuk-e tárni? Ugye sokszor a hibák úgy viselkednek, mint a jéghegy. Csak a jéghegynek a csúcsát látjuk. De hogy mi van alul abban a nagy-nagy tömbben, hát ahhoz bizony le kell menni a jéghegy aljára, és meg kell vizsgálni. Ezt a pingvinek már tudják. Azt is el kell mondani, hogy az állandóan problémázó pingvinekkel szemben megváltozhat a csapatnak a viselkedése. Kiközösíthetik. Ne gyere már állandóan a problémákkal. Van nekem elég bajom anélkül is, mondja esetleg egy főnök, aki nem is pingvin esetleg. Ezért nagyon fontos, hogyha fel akarjuk tárni a problémákat, akkor keressünk magunk mellé társakat. Kell egy csapat. Én nekem mindig Sándor Pálnak a régi idők focia jut eszembe, ahol a Minari Kede mosodás mondta ezt újra és újra, hogy kell egy csapat. Szóval egyedül nem megy. A megoldáshoz, a feltáráshoz kellenek társak. És nagyon érdekes, hogyha lemegyünk a miértjeink végén a jéghegy aljára, és nem csak a felszínt kapargatjuk,
hogy ez miért van, hogy ez miért van, hogy ez miért van, akkor a végén eljutunk a problémák gyökeréhez, szoktuk mondani a gyökér okokhoz. Egy John Dewar nevű úriember összegyűjtött ilyenfajta okokat, amit érdemes végigolvasni, mert nagyon tanulságos. Mi vezethet minőségi problémákhoz? A költségvetési szempontok fontosabbak, mint a minőség. Nincs rá pénzünk, gyerekek. A határidő szempontok fontosabbak, mint a minőség. Hát már holnap ki kell szállítani ezt a tétel. A politikai, taktikai szempontok, ez a vállalaton belüli helyezkedések, tehát nem a nagy politikára gondolok. Fontosabbak, mint a minőség. Élvényesül az arrogancia, hát hogy ezt én tudom a legjobban, ezt mi találtuk ki? Ne mondjátok már, hogy ezt lehetne jobban is csinálni. Az alapvető tudás-oktatás hiánya a hit a szerzett jogokban. Én már annyi mindent tettem ezért a szervezetért, annyi mindent tettem ezért a gyógyszergyárért, hogy már én azt is megengedhetem magamnak, amit a többiek nem. És a tekintélyelvű magatartás, amikor néhány vezető azt mondja, hogy én gondolkodom, ti csak csináljátok, amit én mondok. Nektek nem kell különösebben gondolkodni. Ezek mind-mind súlyos minőségi problémákhoz vezetnek. És figyeljük meg, hogy a kulcstényező az nem a technika, az nem a minőségi rendszer, hanem maga az ember és az ember által megteremtett vállalati kultúra. És most térjünk vissza arra, hogy mi mindent nem vesz észre a beteg, a felhasználó. És ezeknek egy nagyon fontos tényezője, vagy komponense a hamis gyógyszer. Sajnos a hamis gyógyszert is nagyon nehéz felismerni. Mert tényleg úgy vagyunk vele, hogy ez is egy kis fehér tabletta, meg az is egy kis fehér tabletta. Hogy tudom én azt eldönteni, hogy melyik a hamisítvány? Egyáltalán mi a hamis gyógyszer? Ugye még ebben is bizonytalanok vagyunk. Az illetékes jogszabály azt mondja, hogy hamis gyógyszer az, ha valótlant állít valaki, a gyártó vagy a forgalmazó, az azonosságáról, az eredetéről, vagy az előtörténetéről. Hogy mi van benne, ki gyártotta, milyen úton jutott ez el hozzám. Tehát ezt tekinti a jogszabály hamis gyógyszernek. Ott is lehet látni néhány erre vonatkozó példát. Természetes, hogy a hamis gyógyszer az nagyon nagy veszélyeket rejt magában. Mert lehet, hogy nincs benne hatóanyag. Lehet, hogy több hatóanyag van benne. És akkor több lesz a mellékhatás. Ha nincs benne hatóanyag, akkor természetesen elmarad a gyógyító hatás. Lehet, hogy szennyezett hatóanyagot tartalmaz, amiben toxikus melléktermékek vannak. Lehet, hogy szabálytalanul gyártották, és azt nagyon jól tudjuk, ugye, hogy egy jó anyagból is egy rossz szakács nagyon rossz pörköltet tud csinálni. Tehát kell az is, hogy hogyan kell létrehozni azt az adott gyógyszert. A veszélyek szintén láthatók a dián, én külön nem akarnám ezeket felsorolni, de mindenképpen lehetséges, hogy egy hamis gyógyszer az súlyos, maradandó egészségkárosodást, vagy akár halált is okozhat. És hogy néhány példát hozzak erre, és ez tényleg csak a jéghegynek a csúcsa. Nigériában 80 csecsemő halált regisztráltak dietilén-glikol mérgezés miatt. A köhögés elleni szirupban nem glicerin volt, hanem dietilén-glikol, amiről tudjuk ugye, hogy fagyálló, és hát azt tudjuk, hogy mennyire erősen toxikus. Vagy Kínában hamis diabétesz gyógyszer miatt, Kambodzsában hamis antimaláriás készítmény miatt haltak meg emberek. Egyszerűen nem volt benne hatóanyag. Az USA-ban talán ez kapott legnagyobb nyilvánosságot. 81 halott volt szennyezett heparin készítmény miatt. És szörnyű adatok vannak a világ különböző gyógyszerpiacairól. Mi az oka a gyógyszerhamisításnak? Hát nem kell hozzá nagy ész, ugye? Hogy az ember rájöjjön. Ez egy nagyon nagy üzlet. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyógyszerpiacnak körülbelül 10% a hamisítvány. És ezt bizonyos területeken, mondjuk egyes afrikai országban 50%-ot is elérheti. És ez körülbelül 100 milliárd dollárt jelent évente. És hogyha lemegyünk a bizonyos jéghegynek az aljára, és keressük a gyökér okait, számos okot találhatunk, de megint csak hármat szeretnék kiemelni. Az egyik a határtalan emberi kapzsiság.
Minden áron pénzhez akarok jutni, emberek halála árán is. A másik az emberi tudatlanság. Az emberek nagyon sok mindent hajlamosak elhinni. Hogy a kínai, nem tudom milyen sárkányfának, a kéregnének a kivonata az mennyire hatásos mindenfélére. És amikor elkezdik ezt kivizsgálni, akkor kiderül, hogy a gyártó azt a szintetikus hatóanyagot rakta bele ebbe a kínai akármi fa kivonatába, amit a gyógyszertárba kaphatunk. Az már más kérdés, hogy ezt milyen körülmények között állították elő, és mennyire szennyezett. És a harmadik az a mérhetetlen szegénység. Ha valaki nem tudja megfizetni a gyógyszertári árakat, akkor kimegy a piacra, és megveszi azt tized olyan áron. Akkor is, hogyha tudja, hogy annak a minősége nem ugyanaz, mint a gyógyszertárban. Természetes, hogy a hatóságok is igyekeznek fellépni a gyógyszerhamisítások ellen. Számos nemzetközi egyezmény is született, Magyarország is csatlakozik általában ezekhez az egyezményekhez. Az egyik olyan, ez a bizonyos Medicrime nevű szerződés, amit Magyarország aláírt, és a BTK-t is módosította. Itt a lényeg az, hogy korábban a gyógyszerhamisítóknak azt mondták, hogy ennyi, ezt nem szabad csinálni. Holott a gyógyszerhamisítók legalább olyan veszélyt jelentek a társadalomra, mint a drogdílerek. És azokat bizony keményen büntetik. Tehát valamilyen módon szigorítanunk kell ezeket a jogszabályokat, és közelítenünk kell ezeket a büntetéseket a drogdílek büntetéséhez. Megalakult Magyarországon a hamisítás elleni nemzeti testület is, ezt a HENT-nek nevezik, és ennek van egy gyógyszertagozata is. Ahová lehet fordulni, ha az ember úgy gondolja, hogy hamis gyógyszerrel találkozott valahol. Nyilvánvalóan ráharapott erre az egészre a média is. Néha bulváros címekkel, mint gyógyszer a betonkeverőből. Szerencsés a beteg, ha csak kréta vagy téglaport kap gyógyszergyanánt. Kampányolnak a gyógyszergyártók az internetes gyógyszerkereskedelem ellen, és így tovább. Ha most lecsupaszítjuk ezeket a híreket, és eltekintünk a kicsit bulváros címektől, az üzenet az egyértelmű. Óvakodj a hamis gyógyszerektől. Mert a hamis gyógyszerek borzasztó nagy veszélyeket rejtenek magukban. És a hamis gyógyszerek előállítása nagyon-nagyon távol van attól, amit mi úgy hívunk, hogy szabályos gyógyszergyártás. Erre a végén még egy mondatban ki fogok térni. Hogyan küzdhetünk a hamisítás ellen? Azon kívül, amit már mondtam, hogy vannak bizonyos nemzetközi szerződések. Hát az egyik legfontosabb, hogy megpróbáljuk követni a gyógyszer útját a gyártótól egészen a felhasználóig. Ellátjuk valami jellel. Minden dobozt ellátunk valami jellel. Ez Európában 2019-től fog megvalósulni. Az a bizonyos data matrixnak vagy kétdimenziós vonalkódnak nevezett jel kerül rá, amit nyilván alkalmas berendezéssel vissza lehet kódolni, és akkor a gyógyszerész, a nagykereskedő ellenőrizni tudja, hogy az a doboz gyógyszer az legálisan került-e forgalomban, vagy pedig illegális készítmény. Persze ez csak akkor fog működni, hogyha egy egész Európára kiterjedő, óriási adatbázis fog működni, és ebbe az adatbázisba a gyártók beleteszik az általuk legálisan legyártott termékeknek az adatait, és a nagykereskedők, a gyógyszerészek ellenőrizni tudják, hogy amit ők megkaptak gyógyszeres dobozt, az valóban legálisan készült-e. És visszatérve a szabályos gyógyszergyártáshoz. Ugye mi ezt úgy szoktuk az angol rövidítésből, vagy az angol szavakból nevezni, hogy Good Manufacturing Practice, vagy GMP. Most teljesen világos, hogy az illegális gyógyszerek, a hamisított gyógyszerek, azok messze nem úgy készülnek, ahogy mi elképzeljük a szabályos gyógyszergyártást. És ha nem úgy készülnek, akkor nem érik el azt a célt, amit a becsületes gyártó forgalmazók szeretnének elérni. Olyan gyógyszereket gyártani, olyan gyógyszereket engedni a piacra, és eljuttatni biztonságosan a betegekhez, hogy azok elégedettek legyenek,
hogy hozzájáruljonak ezek a gyógyszerek az egészség visszaállításához, fenntartásához, vagy egy jobb életműködésnek a kialakításához, eléréséhez. Köszönöm szépen a figyelmüket! A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Legközelebb Szondi Réka kommunikációs tanácsadót láthatják, aki szerint társadalmi marketinggel boldogabb és gazdagabb ország lehetünk. De hogy miként lehet reklámozni a közjót és a kultúrát, kiderül, ha velünk tartanak.